Nyíregyházán az elmúlt évben több gyalogos átkelőhelynél alakítottak ki úgynevezett okos zebrákat, ami megkönnyíti az autósok dolgát a lámpával nem rendelkező helyeken. A téli időjárás, a korai szürkület mindig növeli a gyalogos balesetek számát, de a megyeszékhelyen alig 2 hét alatt 6 zebrán történt gyalogost érintő közlekedési baleset. Az utóbbi időben megnövekedett azoknak a baleseteknek a száma, ahol a gyalogosokat érintette a baleset, és szenvedtek el személyi sérüléseket. Nyilván ugye megváltozott most az utóbbi időjárási látási viszonyok is, és ezek is hamarabb sötétedik, hamarabb kapcsolják a közvilágítási lámpát fel, illetve le is, és nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy ezek a problémák a balesetnek a fő okai. És ezt próbáljuk meg ellenőrizni, és tenni a dolgunkat, hogy minél kevesebb ilyen jellegű baleset történjen. Folyamatosan vizsgáljuk és ugye ellenőrzik a baleseti okokat és a balesetnek a számait. Hál' Istennek azt tudom elmondani, hogy ebben az évben elég szép számmal csökkentek a személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleseteink, de a gyalogosok érintő balesetek száma az december hónapban 6 balesetben volt számítható már, és ezek mind kijelölt gyalogos átkelő helyen történtek. Ahogy a járművel közlekedőknek, úgy a gyalogosoknak is egyértelműen előírja a KRESZ, hogy egy zebrán hogyan kell átkelni. A legfontosabb, hogy mindig győződjünk meg arról, biztonságos-e az átkelés, hirtelen ne lépjünk az úttestre. Az elsődlakos célja ennek az ellenőrzés sorozatnak az, hogy a járművezetők figyelmét felhívjuk ugye a gyalogos átkelő hely közelében történő helyes közlekedésre, de mindemellett ugyanúgy a gyalogosokra is vonatkoztatjuk a szabályok betartását. Hamarabb sötétedik az évszakból adódóan, illetve később világosodik, és ugye a láthatóság a legfontosabb témaköre ennek a dolognak, tehát mindenképpen olyan járművekkel közlekedjünk, amelyek megfelelően ki vannak világítva, megfelelő világító jelzőberendezéssel vannak ellátva, a szélvédők állapotáról ne feledkezzünk meg, tiszta szélvédőkkel, fagymentes, jégmentes szélvédőkkel, nem koszos szélvédővel közlekedjünk, és a gyalogosok vonatkozásában pedig próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy olyan ruházatot viseljenek, amely láthatóvá teszik őket az adott környezetben. Tehát viseljenek fényvisszaverő, kiegészítő eszközöket, akár fényvisszaverő mellényt, vagy olyan világos ruházatot, amely könnyebben láthatóvá teszi majd őket. A gyalogos átkelőhelyeknél a KRESZ szabálya szerint a gyalogosoknak van elsőbsége. A gépjárművezetőnek olyan sebességgel kell megközelíteni, hogy még időben lassítani tudjon. A téli szürkületben fontos, hogy a gyalogosok is fokozottan odafigyeljenek, olyan öltözék legyen rajtuk, ami könnyen észrevehető, esetleg legyen rajta valami, ami fényvisszaverő hatású.